hogy ezt most oda elvinni, mert ugye annó nem az volt, hogy na, kocsiba ülünk és szállítjuk, meg mit tudom én, hanem felvettek ilyen kis tanont dolgok, kis tanonc gyermekeket, illetve felnőtteket, ifjúságot, és hát mindent megtanultam. Tehát ami csak létezik, mindent meg tudtam tanulni, így egészségügyi szempontból mondom. Igen. Tehát én is jobbnak láttam, de azt szeretném mondani, hogy ezáltal lett be így a hátam, illetve a gerincoszlopnak a fájdalmai, mert hiszen minden tűszórásnak van egy örök fájdalma. Néha. Tudod, van okos. Sebész nem vagyok, de azt szerettem volna lenni. De nagyon-nagyon sok műtéten ott voltam. És nem féltem. Mert előtte 2 hétig ott voltam, a személyzetet ismertem. Nagyon kedvesek voltak, együtt kávéztunk, együtt dohányoztunk, mert nem engedtek le, mert rengeteg volt a rajongó, aki jött oda. És akkor mondta a főorvos, hogy nyugodtan ott, ahogy van a toalett, volt egy másik nagy zuhanyzó, és ugye minden szobában van zuhanyzó, meg mindaz külön el volt különítve, nagy ablakokkal nyitva, mit tudom én, hogy ne menjek le, érezzem magam otthon, szépen ott lehetett kávézni, félve, mert nem annyira volt engedett, hogy na, most akkor csináld. De hát ők is oda jöttek, amikor 2 műtét között akartak fecsegni egyet a csinos altatós anesteziológusokkal. Nagyon-nagyon köszönöm nekik ezt a műtétet, nagyon szerettek engem, és tényleg jól éreztem magamat. És ez egy óriási nagy műtét volt, hatalmas kockázatos. Mivel, hogy megértem az életem javát, mindent elértem ebben az életben, amit csak elérettem, meg voltam elégedve mindennel, és hát én végül is rábízom a Jóistenre az életemet. Jézus Krisztus kezébe átadtam magam már a műtét előtt. Sajnos anyukám az meg rosszul lett, be is hozták az éjszaka, ezt már egyszer elmeséltem. Annak meghallatára, hogy bekerültem, és felment a vérnyomása, ő már akkor szegényként mindig összeesett, és ilyesmi. Sajnál 5-kor jött egy szobatársa, és mondta, hogy édesanyja itt, és itt ebben a körteremben van, tessék jönni. Mentem édesanyámhoz, és akkor meglátotta, akkor már jobban is lett. Tehát ő neki egy ilyen, hogy is mondjam, agyi szűkületei voltak anyunak, pluszban még a májnál voltak ciszták, szívelégtelenség, veselégtelensége, minden megvolt már régebről. És hát, amikor én őt teljes kivizsgálásra kértem édesanyámat, intéztem is, hát pont akkor vette ki a kisöcsém a kezemből, és szállította nagyon messzire el, engem meg dobott ki a lakásból, úgyhogy köszönöm szépen neki. Hogy így ezáltal nem tudtuk meg azt, hogy édesanyának egy plusz rejtett betegségei is vannak, amit még az orvosok sem tudtak, mert honnan tudják, nem röggen szemük van, hogy átlátnak a testén. Ez van sajnos, ez most ugye a bonctannál derült ki, és részemről csak egy az, ami nyugtalanít, hogy nem szabadott volna beoltatnom az édesanyámat. Ahogy örültünk annak, hogy édesanyja megkapott, és jaj, de jó, te védett leszel, majd később adatom be magamnak, mert azon gondolkoztam én, hogy először én magamnak, és utána anyukának, csak az a baj, hogy nekem valahogy a sors, vagy talán emberi kéz volt ebbe benne. Nem tudom, de ez iránt is majd fogok menni. Akármilyen hülyének is néztek, de feljelentést meg fogom tenni. Az biztos. Hogy miért nem kaptam én meg a vakcinámat? Miért kellett 3 hónapig szenvednem, még kaptam egy vakcinát? Hát ezt én most majd így ezt megkérdezem, hogy mi is történt ilyen
felelőtlenséget nem lehet elkövetni. Van emberi tévedés, az biztos, erre fogják majd mondani. Pillanat, mindjárt jövök. Bekapcsolom egy kicsit a... Bekapcsoltam a légkondit, mert kicsit meleg lett. Szóval vannak emberi tévedések. Van olyan is, hogy véletlenül megy nekem a hótóanyagom a édesanyám háziorvosához. De hogy hogyan, azt nem tudom. Kaptam értesítést, menjek fel. Hát, hogy nem tudok, mert anyukámtól nem tudok felmenni. Ráadó nagy tél volt, hát most figyeljetek, de reggel elindulok, este jöttem volna haza. Megkaptam volna, de ki tudja, hogy hogy reagált volna a szervezet. Lehet, hogy ott ragadtam volna bent. Lehet, hogy már ez is le volt zsírozva. A mai világban nem lehet tudni, hogy ki a korrupt és ki nem. Ezt én ki tudom jelenteni, még a tárgyaláson is. Hogy került oda az én vakcinám? Miért ment oda? Utána hogy itt szóltam a tisztelt háziorvosnak, és ide soha nem jött le. Nem. Majd küzdenem kellett egy oltópontra menni. Ami sikerült. És az én életemet, akkor most őszintén mondjátok meg, hogyha nekem ott vannak azok a diagnózisok, amik elég kemények, amit így nem mondtam még kifelétek, hogy mik, és mindazok ellenére átkoz engem a panók. És nekem nincs nagy hasam, megszűnt, hála jó Istennek. Sok hölgynek van olyan nagy hasam, mint nekem, ajánlatos, hogy elmenjetek, és egy ultrahangot készítsetek, hogy mi is lehet az. Mert akár lehet egy bélszakasz, ami nálam is volt, hogy megvan egy picikét, ugye hártyákkal tele van, és elszorítja. És nem tud úgy működni a bélrendszer. Értitek? Tessék menni nagyhasú, felfújódott hasú, tisztelt állampolgárok ezt is megnézhetni, mert én azt mondom, hogy nem csak a méhnyakrák, nem csak a prostatarák, nem csak ilyesmi vihet el téged az életből, hanem még egy olyan is, hogy bércsavarodás, vagy valami ilyesmi. Ennyi. Úgyhogy nagyon rossz diagnózisok voltak annó felállítva, mert nem volt áttekinthető a hasam. Volt, amelyik ultrahangos azt mondta, hogy 12 darab ilyen pici kis teniszlabda van benne. Teniszlabda a féreséget lát. Én megijedtem, akkor Atya Isten, mi lehetett. Az ember ugye, hogy gondolkodik, és amennyire tényleg elmegy az, hogy na, vannak UFO lények, vagy külföldi, vagy mit tudom mi a bánatok. Nem egy olyan csapdába esettem, hiszen egyedül állok én az ember, akkor meglátogathatják esetleg az olyat, és állítólag apró darabokra, atomjainkra is tudnak minket szedni, és gyógyítani, és telepíteni akár a nőkbe bele ezt a kis embriókat, amiket visznek el. Hát már ilyenre is gondoltam. Hülyéskedtünk ott az egyik orvossal. De nem, hát ez vicc, nem ez volt. Kicsike kis ciszták voltak. Ez mindig megmagyarázható, hogy ez mitől volt. Ez egy császár. Egy 24 évvel ezelőtti császár, ugye felnyitják a hasfalat. Odébb dobják a beleket is minden. Tehát most nem akarom elmesélni, hogy azt hogy csinálják. És hogyan szedik ki a babát, és stb. És utána ugye abból a anya mének hát a burok, mert nem burokkal együtt kapja ki valamikor, már megreped a burok, és ugye az a felnyitáskor az a víz mennyiségű esetleg nem ott távozik még el, hanem mondjuk a hasfalba is belemet, hogy akár egy vércsepp, vagy 12 vércsepp benne maradhat,
és abból a 12 vércsebből alakulhatnak ki a ciszták pluszban. Tehát ezt tudni kell. Ha valakinek van műtét, hasi műtéte, ott is kialakulhat ilyen cisztikus dolog. Ha a császár, ugye akkorik, de annyira nem. Tehát ez attól függ, hogy hosszába, vagy meccik, vagy csak egy ilyen csíkot meccenek oda. Mert hogyha ilyen csík hosszú, akkor nem okozhat olyat. Ha pupig viszik, pupon felül például, ahogy nekem volt, hogy harándba volt bennem a baba, így alakulhatott ki ez a sok ciszta bennem. Ennyit szeretnék mondani. És ugye a B-szakaszra is ilyen hártya a szerűség, ami rá tekeredett. Na, remélem, hogy jól elmondtam. Büdös panoklás rohadék. Nem vagyok én cukorbeteg, verjen meg téged az Úristen. Naponta a 2 liter folyadékot meg kell inni. Neked könnyű volt ott ülned annál kis hülye zongoránál, ami még be se volt dugva, nem is játszottál rajta, csak az új advent, meg az enyém is, na mindegy. Műzongora volt, vagy kamokéro zongora. Neked nem kellett annyit fogyasztanod italt, de én végig beszéltem 4 óra hosszán a műsor alatt. Ugye bekonferálni, kérdezni, plusz még felénekeltem, plusz még mozogtam, plusz még táncoltam, plusz még kongáztam, plusz még bármit csináltam. Hát meg lehet nézni az én munkásságomat, hogy az én műsorom alatt, hogy én soha nem ültem le. Soha nem mentem ki a toalettre. Jó, én neked? Soha. Soha. Amiket te kitaláltál rám, az a gusztustalan dolog, hogy minden táskából nem tudom, mi hiányzott. Ott nem hiányzott soha senkinek semmi, mert mindenki behozta magával a táskáját. Ezt szeretném, de én is vittem. Beszéltem egy régi előadóval, aki csinált ott műsort, és annak idején vesztek el a táskákból a pénzek, és akkor te voltál ott, de téged utána már ki is vágtak a műsorból. Lehet, hogy pont te csináltad ezt. Ezt szeretném mondani. Mert az én műsorom alatt senkinek soha semmije el nem veszett. Megvan a védettségi igazolványom nekem is, de ez nem jó külföldre. Na, csak nem mondod ezt a balhaságodat, jó, hogy tudom, hogy mit szerveztek ti. Hát itt ti szervezhetitek a tüntetést, itt én már akkor nem leszek. Én már jövő héten költözöm a tisztelt páromhoz. Úgyhogy oda meg nyugodtan jöhettek tüntetni meg ide is, úgyhogy várunk titeket szeretettel. 40-en lesztek? Mert nagyon kevés. Jöhetnétek 400-an is, mert itt 4000 rendőr lakozik. Itt a határnál meg 3500 van. Hm? Nem tudtok 3500-an jönni? Hm? Te mocsok. Állj, Facebookos. Na. Na, és akkor ez az ember, ez aztán állta ki, hogy én azért iszom a vizet, mert mindig beszoktam vinni egy 2 deci sásványvizet, és ugye kortyonként száradt a szám. Meleg volt sokszor. Hát persze, hát a legnagyobb nyárba csináltam én a műsort. Ugye március 1-től júli 31.
És hát ajánlatos a folyadék különben. Napi 2 liter mindenki számára most is. Jól van, örülök neki. Akkor kint lesz a Budapest Európa Televízió. Televízió, ugye felveszünk titeket, úgyhogy dürömböltök itt. Csak ne tudjátok meg, hogy itt milyen dávodi lakosok vannak. 2 méteresek. Úgy megvernek titeket, hogy rögtön abban a pillanatban az egész szívetek gyökerét kiszakítsák. Engem védenek itt ám Dávodon, nehogy azt itt, hogy nem. Egy szemművésznőjüket imádják. Igen. Innen, ha valaki a médiában van, az én vagyok. És hát még van egy illető, az a tisztelt páromnak a fia. Ennyi. Itt még több nem került be. Még mit fogtok tüntetni? Ha? Nem hinném, drágaságom. Nem hinném. Itt a, hogy mondjam nektek, itt aki van lent parancsnok, az nagyon-nagyon kedvel engemet, és tudod, azoknak szoktam bulizni. Bulit szoktunk csinálni, karaoke esteket. Tudjátok, nekik is jár a szórakozás. És amikor én elénekeltem, hogy azért vannak a jó barátok, és ők a hátam mögé álltak, és velem együtt énekeltek, nem hinném, hogy majd ők mellettetek lesznek. Hát ők imádnak, szeretnek engem, nem beszélve arról, hogy a herceg szántaiak is. És Csátaján, Baracskán, mindenhol, főleg Bent Baján. Ne tudjátok meg, milyen jó felkészült rendőrnénieink vannak, és rendőrbácsiaink, és rendőr fiataljaink. De a kalappal puszírom őket, jó egészséget kívánok nekik. Ne írkáljál ilyet nekem az élő videómhoz, légy szíves, fejezd be. Jó? Mit akarsz tüntetni ittem? Őszintén, mi az a tüntetésed? Én nem megyek ide ki. Nem foglalkozom senkivel. A saját portámon belül vagyok. Ha megyek is valahová, akkor megyünk ugye a párommal. A párommal, akkor elmegyünk valahová, mit tudom én, Baja, vagy Mohács, vagy ilyesmit, amihez igaz állampolgár vagyok, úgyhogy itt mit akarsz egyten tüntetni? Mit? Na. Itt büszkék rám, és itt szeretnek engem mindegyik lakos. Lehet jönni, megcsinálni a házat, azt megköszönném. Gyertek 40-en, de kiálltok, és rögtön megvan 1 nap alatt, nem? Na, anyagot megveszem, kaját kaptok, ebédet, üdítőt, kávét, és tessék nekiállni, és szépen megcsináljátok a házamat, belülről, kívülről, lemezeljük, stb. Építitek újra, és akkor az árkot is szépen megcsináljátok, meg bebetonozzátok. Úgyhogy ezt elfogadom. Köszönöm szépen. Nem mondod komolyan. Én azokat a dalokat, amiket felénekeltem, azt nagyon szépen, és nagyon szépen, hűen, tisztelettel adtam elő. Engem külön megdicsért Koncsusa, és külön megdicsért Zoltán Erika is. Na, MC haver rajongó, az meg egyenesen imádnak. Ennyi. A gyere táncolj cigánylány, azt meg rólam írták, úgyhogy az eredeti szerző,
aki írta, azt én rólam írta, és a rep részt azt pedig átértem én, úgyhogy ennyi. Már akkor most mit mondasz? Hagyjátok ezt a hülyeségeteket abba, te pedig egy álfacebookos vagy, úgyhogy rád nem hallgatunk. Ugyanilyen álfacebookos jelentett engem a TikTokon, és utána a TikTok kiírta, a TikTok az nagyon egy rendes oldal, mert ők kiírják, és kiírta nekem a TikTok, hogy egy olyan oldal jelentette, ami unfrankó volt. És te is egy unfrankó oldal vagy. Rendben. Titeket mindig szoktalak tiltani, úgyhogy küzdjetek a következő oldalért. A másik, hogy én nem a YouTube-osokat szittam, hanem csak azokat a kis primitív YouTubereket, akik az én videóimat ellopják, az élő videóimat, amire nem adok engedélyt, és átvágják. Érted? Aha. De hogy nincs, van a nevemben egy csomó. Itt is van a nevemben egy csomó el Facebook. Van. Van. Makúr. Gupta Makúr. Na, még ilyen nevet sem hallottunk, gyerekek. Ho-ho-ho-pá! Na, írjad még, drágaságom, beszélek veled, ráérek. Na, majd már jelentettem őket, úgyhogy nem sokára leszüntetem onnan a videóimat. Ez én vagyok. Mindjárt megmutatom neked a Bermuda háromszögemet, jó? Eredetit. Oké? Jó? Láttál már olyat? Bermuda háromszöget? Ezt a Dávodi Weber Pistától hallottam ezt a szöveget. Bermuda háromszög. Úgyhogy megnyalhatod a Pistának a Bermuda háromszögét. Na látod, hogy tudod, hogy miről van szó. Akkor te Dávodi gyerek vagy, vagy nő. Mert ezt csak itt használják. Mi az, hogy pek van? Ezt írd le. Azt is csak itt használják. Igen. Ja. Hát eléggé jó kitolt velünk ez a nyár. A kis fecskék nagyon sokan elpusztultak. Például csiga nem volt az idén, itt csiga nem volt. Bizonyám. Inkább imádkozzatok, hogy ne legyen vége a világnak. Sem egy nem volt úgy, ahogy kellett volna, se szilva, semmi, mindent elvert a jég, és az ítéletidő, és a hatalmas forróság. Inkább az mellett legyetek, az ima mellett, mint a rossz dolog mellett. Spanoknak is ezt mondom. Imádkozzon, holnap meg lesz látogatva, és el lesz vele beszélgetve egy kicsit. Igen. Ha kimegy Hollandiába, utána megyek. Igen. Veszek egy repülőjegyet, és utána megyek. Mert nekem a holland mezőgazdasági pénzügyi igazgató a nagybátyám. Így van. Na. Makúr, nagyon jól tudod. Milyen jó lenne, ha felfednéd magadat, hogy ki vagy te. Tessék.
Különben egyszer addig csalogattam azt a legnagyobb youtubert még, amíg felfedte magát. Jött. Igen. Itt volt élő videóban velem. Ja. Eléggé nagy probléma van itt. Bizonyán. Megcsinálok egy műsort. Sikeresen. Majd utána egy riposztlog az én puff kirúgták. A banók meg csak erősíti egyfolytában. Hát ez nem igaz. Egyáltalán. Sőt, a dr. Brody Péterrel látogatunk, meg szeretném mondani. Mert holnapi napon megyünk be az egyik hölgyel, találkozunk Pesten, aláírni egy 5 éves szerződést. És kizárólagosan oda lesz az is írva, hogy Banók Lajos kitiltva a televíziótól. Szigorú megrovással leszel kidobva. Vagy tudod mit? Hát úgyis aláírom a szerződést, az igazgató én leszek. Hát akkor én foglak téged kirúgni. Jajajaj. Javú! Na ez még jó. Tudod mit, Banók? Alkalmaznak az első 2 műsorra, majd 3-szorra kirúglak. Így van, Banókhoz kell menni tüntetni. Ő volt az, aki megakadályozta a Diridári mulatósót. Én nekem már megvoltak a csajok. Hát ne vicceljetek már. Olyan Diridári csajokat szedtem össze, hogy még a világon olyan nem jött volna össze. Még az MC haver is kilódhatna 20 évig, ha akár 2 milliókat adott volna a csajoknak per kop, hogy menjenek el egyszer oda a műsorába. Még azok is összetehették volna a 2 kezüket. Olyan előadókat szedtem össze. Ezt komolyan mondom. Üdvözlöm őket. Aprodonként visszajelöllek titeket, csajok. Rendben. De most komolyan mindig a Banók rontott ebbe bele. Bejelölte szegénykéimet. Udvarolt nekik. Majd utána elhordta őket mindennek. Mindennek elhordta őket. Mert azért, mert nem álltak vele össze. Mindegyik nővel össze akart állni. Igen. Na akkor, Banók, fel vagy készülve a boldogságra? Most az összes csajt visszajelölöm, mindegyiket felhívom. Meg lesz beszélve velük, ugye, hogy jönnek a műsorba. És mit, ahogy mondtam is, hogy itt is Baja és környéke és Herceg-Szántóig, ugye kimegyünk, meg hát Mohács, Szeged, ilyesmi, tehát itt vagytok hirtelen. Hát minden itt van Baja mellett, minden út Rómába vezet. És mondjuk az, hogy Dávod és Herceg-Szántó, ez a római út. Igen, rögtön itt van mellettünk Szerbia. Üdvözlöm őket, puszilom a tisztelt magyarjainkat ott is, és hát a szerbeket is. Na, itt is sok szerb lakik különben. És ugye, amikor volt a háború, akkor átmenekültek, és hát itt voltak, és maradtak is itt egy páran. Sőt, át is járnak ide dolgozni. Illetve hát itt is vannak megműsültek. Na. Hát, ha azok elkapják a Banókot, neki annyi? Mert ott énekelni kell ám Banók. Mert a szerbek, azok úgy énekelnek apám, hogy húj, bezonyán. A nagy hajlításokkal, minden, óriási nagy hanggal vannak. Különben a legnagyobb szerb, legnagyobb, hatalmasabb zenekarából az egyik tag, énekes és fuvarás, hogy minden ez, mikor is volt? 1, 2, 3, 4. Ajaj. 4 éve? Várjátok, 4-5. Igen, bementem Bajára, mentünk a halfőzőre, és volt ugye nagy diszkó, meg minden, és mondta a lányom, meg a barátnője, hogy jaj, de ciki, ha te velünk jössz. Nekem haza kellett volna jönni, elkéstem az utolsó Dávodi buszt.
Illetve nem is volt kedvem hazajönni, mert ugye akkor éjfélkor is indítottak egy buszt még ide, Herceg-Szántó felé. Köszönjük, Baja. Jó lenne, ha néha csinálná jó feszteket, és akkor indítanátok éjfélkor is egy buszt, meg hajnali 4-kor is, tehát ne az legyen, hogy a 6 óra 30-assal tudunk csak hazajönni. Na, majd megegyezünk Bajával is. Ilyen téren elintézem majd, hogy ugye tudjunk szórakozni, járni, főleg a fiataljaink érdekében, hogy be tudjanak menni egy színházba, vagy egy éjszakai diszkóba, és a gyerekeink ugye 4 órakor már a diszkónak vége, azok mind ott vannak a buszmegállóban, aztán nem tudnak az jönni, csak a 6 óra 30-assal, hát ez nem jó. Álljon meg a menet. Meg majd elintézek Budapestről is egy hajnali járatot, hogy jöjjön, hogy Pestre is be tudjanak menni a gyerekeink diszkóba, vagy egy pubba, vagy ilyesmi, hogy hajnali 4-kor indítsanak már hazafelé egy buszt egészen Herceg-Szántóig. Ezt komolyan el fogom intézni, én imádom Dávodot, és nem szeretnék visszakerülni Pestre, mert nem, én itt ezt szeretem, és főleg kint a püspökpusztai résznél, ugye, ahogy van a Ferenc csatornánk, az a jó levegő, ősfák, hát ne tudjátok, mert olyan oxigént kapunk. És Amonét meg a Fő-Duna van, nem is olyan messze, és még van még ugye ez a Hó-Dunának a kanyarodása, hát ne tudjátok meg. Nagyon-nagyon jó a levegő, az oxigén. Bizonyám, hát én így gyógyultam meg. Ennyi. Köszönöm szépen mindenkinek, mert igenis kaptam sok szeretetet és mindent itt. Na, úgyhogy a legjobb emberek is lehet azt mondani, hogy mindegyik tesó. Tehát itt nincs olyan, hogy külön válszorognak, hogy na most így úgy, amúgy itt nem. Itt annyira egybe vannak, hogy tényleg. Itt nem lehet azt mondani, hogy külön húznak az emberek. Ha valaki ide jön lakni, már mindjárt befogadják, befogadjuk én is ugyanúgy, mindenki segítünk, segítőkészséggel tele vagyunk. Na, jó van, nem akarok pitizni nekik, de puszilom Dávodot, sziasztok! 13-án lesz az esküvőnk, 17 órakor lehet már gyülekezni, 17:30-kor megelkezdődik a szertartás. Drága kedves vőlegényemmel már tanuljuk a esküvői táncot. Tegnap este is táncoltunk. Kicsit fogyok, urázunk, hogy csinosak legyünk. Igen. Igen, nagy Klárika, vagy Karika, vagy Klárika, vagy nagy klakka. Nagy klakka. Na, nagy klakka nevet sem hallottam még soha. Ja. Különben ajánlom nektek a Herceg-Szántónál is, ugye, amikor lesz a falunap. Ha akár Pestről, vagy akár a másik oldalról, vagy bárhonnét jöttök, hú, olyan csevapcsicsától kérdez, hogy minden élete, nem tudom annak mi a neve, adnak a szerb ételnek, de hát isteni, isteni. És főleg a zenekarok, az igazi jó kis Lecsó Fesztivál lesz most 31-én, az Bát Monostor 30-31-e, 31-én Szuni Diszkó vált titeket, vagy 30-án pontosan nem tudom. Igen. Ahol én is fellépek természetes a diszkóba, a Szerelemre Születtem meg az Old Mr. Alkohollal. Gyertek minél többen, érezzétek jól magatokat. Itt ezen a részen is lehet nyaralni, mert hiszen olyan élményfürdőnk van, pizzéria, hogy mondjam, belül az élményfürdőn belül nagyon-nagyon finom ételek, és hát van ugye csárda, ami isteni. Majd lesz, gondolom, a babfőző, ilyesmit, tehát szoktak jó rendezvények lenni.
majd utána csátolya, illetve még majd most jön még nagy baracska is. Nagyon jó, szép terület. És hát ugyanúgy van itt panzió, lehet bérelni ugye külön kis lakásokat is. Na, gyertek nyaralni. Olyan gyönyörű szép templom van. Itt a községben is van egy. Akkor van egy baptista imaház is, ami nagyon szép. Ott a postánál lent. Fönt a szigeten pedig nagyon-nagyon szép, gyönyörű, pici kis templom, ami nem is tudom hány éves, de nagyon régi, és nagyon-nagyon szép terület. Szúnyogok nincsenek nagyon. Köszönjük szépen a szúnyoghirtást. Tehát én azt mondom, hogy fedezzétek fel itt ezt a részt is. Nem csak külföld szép. Magyarország is nagyon gyönyörű, és itt ez a rész is nagyon szép. Igen, ki lehet menni a Komphoz, Mohácsra át lehet menni, Mohácson át lehet idejönni. Egy csodálatos élmény. Igen. Jaj, és Bajáról nem is beszélve. Baján, ott például a Duna, és az, ahogy három ágra ágazik, és ahogy kijön belőle a Súgovica, csodálatos. És ott lent a Súgópart, hát az a Dunaparti rész, kikötők is vannak. Amint láttam, bérelhető kis hajótól kezdve, tehát uszálytól kezdve minden van, és rengeteg, de rengeteg picikek is éttermek. Jobbnál jobb, nagyon finom ételekkel. Ja, Klárika vagy, jól van, drága. Üdvözöllek, szeretettel. Én a TikTokon ki is tettem Baja a városát, ott van. Csodálatos. Ott is ugye több és több és több étterem van. Hát így neveket így nem akarok mondani, de mindenfajta nemzetiségű kajákat lehet, ételeket, italokat fogyasztani. Ott is gyönyörű szállodák vannak, panziók vannak. És hát nem beszélve arról, hogy lehetne azt mondani, hogy Riviera, ott van a Riviera Baján, mert ki van alakítva egy fürdőrész, egy nyitott strandrész, ugye a Duna parton. Igen. Csak hát a közlekedés, az, hogy autóval jössz, oké, itt vagy rögtön, 2 órán belül le tudsz tekerni másnél, Bajára. Mert nagyon jó az M6-os. 51-esen kell egy darabig menni, sajnos, és hát ott Szexántól már lehet felmenni az M6-osra. De nem tudjuk, hogy mikor fog elkészülni itt a Mohácsi híd, de hát az nagyon isteni dolog lenne. Mert sajnos Mohácsról nem tudnak átjönni, csak úgy, hogyha komp közlekedik. De például éjszaka ugye nincs hát lehetőségre. A lényege, hogy itt már egy híd, az, ami már tervbe van véve. És hát nagyon hiányolunk innen egy hatalmas nagy ilyen Tesco-t, ahol lenne mondjuk egy benzinkút, Tesco, McDonald's, kínai kaja, bevásárló központ. Nagyon jó lenne egy ilyen ilyet megcsinálni. Nem tudom, közeljövőben ki lesz a polgármester, de nyugodtan forduljon én hozzám. Mert én felvettem a Veresegyházi polgármester úrral a kapcsolatot, kiskorom óta ismerem. Ő kb. Olyan 48 éve vezeti a várost, mert az már város, igen. Annó erdő város volt, majd aztán leváltak, és akkor volt a Véresegyház. A Véresegyház azért, mert egy darab templom maradt meg, az is sajnos tiszta vér volt, mert háborúban ott nagyon lemészárolták az embereket. És akkor így erdőkertes kivált, és így Véresegyház lett. És hát ott ugye a Pármoli, a repülő alkatrészgyártás, és rengeteg munkahelyet biztosítottak.
és felvették az osztrákokkal, ugye a beruházó cégekkel és minden a kapcsolatot. Ugyanazt meg lehetne itt is csinálni. Missziót lehetne csinálni, nappali kórházat lehetne csinálni, rehabilitációs központot lehetne csinálni. Rengeteg embernek lenne itt munkája. Igen. Ez nagyon jó lenne. Mert itt mi ezen a részen, itt nagyon el vagyunk úgy hanyagolva, már olyan értelemben, hogy nincs egy ilyen nagy bevásárlóközpontunk. Csak bent baján van Lidl, Tesco, vagy Spar. Itt is elférne egy Spar, egy Tesco és Lidl is. Jó. Mind a mellett itt van, mennyi boltunk van. Van 1, 2, 3, 4. Most nem tudom, hogy a szigeten van-e, hogy most az működik-e még. Ott van 1, akkor az 5. Ez eléggé kevés. Tehát ez kevés. Igen. És hát, hogy mondjam nektek, ezt az élményfürdőnket, ami van, ezt meg lehetne még tűliesíteni is. Bizonyán. És gyógyvíz. Hát nagyon sokat számít ez. De hát most ugye, ez csak egy ilyen álom, ami lehet, hogy bevalósul, lehet, hogy nem. Igen. Volt én nekem tervembe ez annó, még egy 8 éve, még mielőtt még elmentem, várjatok, 2008. Ja. Volt bennem olyan ambíció, hogy választattam magamat polgármesternek. Össze is jöttek a papírok, és én szerintem sikerült is volna, vagy 2010-ben volt, nem tudom pontosan, 2012. Inkább azt választottam volna, mint az X-faktor. Mert abból nem lett nekem olyan nagy jó életem, hanem inkább rossz életem lett ettől, hogy a médiához bekerültem. Igen. Nagyon rossz életem lett. Rengeteg haragosom lett, irigyem. Mindig mondják, mire pakolod magadat. De nem csak azt tudom válaszolni, hogy van mire. Ennyi. Hogy mire? Azt még én sem tudom megindokolni, hogy mire. Pont azon gondolkodom, hogy vajon mire? Ennyi. Hát, arra pakolhatom magam, illetve büszke lehetek rá, hogy a tanulmányaimra. Hogy nem maradtam 4 osztályos. Hanem megtettem mindent, hogy meglegyen a 8 osztályom, meg legyenek az iskoláim, főiskolám, jogosítványom, és ugye az álmom, ami kicsi korom óta volt, és tanultam is a zene irányában, vagy a színészség irányában, hát arra pakolhatom magam nélkül is. Ez büszkeség. Ennyi. Ezt szeretném mondani. A büszkeségre, amire meg büszke vagyok, azt meg soha senki nem veheti el tőlem, amit én tanultam. Soha. Miért ne? Megtehetem. Főleg, hogyha egy olyan párom lesz, aki a világ legrendesebb embere. Igen. Hát én remélem, hogy lesz. Remélem, hogy nem fogtok itt tüntetni péntek 13. augusztus 17 órakor. De azért szeretettel várok mindenkit a önkormányzaton belül. Most nem tudom, 50-en lehet bemenni, vagy van korlátozva, nincs korlátozva, de kívül elfértek olyan 200-an, 300-an. Csináljuk a nagy bulit. Ennyi. Na. Köszönöm, hogy ilyen kedvesek vagytok. Ja.
Majd elénekelem a polgármester úrnak, hogy polgármester, bulizunk most reggelig. Mindaddig még összedől a ház. Kérem önt is, legyen vendég 3 napig. Táncoljunk, még össze nem dől a ház. Hát nagyon jó ez a dal. Lehet, hogy írok egy ilyen dal. Különben nagyon aranyos, illetve nagyon kedves polgármesterünk van attól függetlenül, hogy én ezt így mondom nektek, csak akkor még ugye nem volt polgármesterünk, mert sajnos hirtelen elhunyt, elnalázott, és hát akkor volt egy ilyen lehetőség, és én is vettem a bátorságot, hogy jelentkeztem. Ez van. Miért ne? Jelentkezhettem volna akár bármelyik vezetőnek is. Hát megjelentkezhetek is. Hát még nem vagyok még nyugdíjas. Ezt szeretném mondani. Legalább Banók Lajos, hallod? Nekem legalább van főiskolám. És vannak végzettségeim. Tudod? És amit te csináltál, és amit te csinálsz velem, ezek nagyon gusztustalan vádak. Ha az ember az élet folyamán meg is bukik, vagy elválik, vagy özleg lesz, vagy bármilyen szerencsétlenség éri az embert, azért imádkozni kell, nem bántalmazni. De te mit tettél? Amikor te beteg voltál annó meg minden, akkor én segítettem neked. Sőt, még az élettársadon is. Még a gyógyszereket is kivenni. De te mit tettél? Egy nagy műtétem után kezdtél el engem lemocskolni, bántani. Gondolkodjen egy kicsit. Én nem bántalak, én most nem átkozzak téged. De vigyen el a bánat ebből az életből téged. Ennyit szeretnék mondani. Éld át azt a sok bánatot, azt a sok könnyet, amit én te miattad sírtam. Hogy mennyire megrongáltad az életemet. Mennyire lejárattattál engem. És mai napig is ezt teszed. Hát az a beteg asszony meg szerelmes belém, azért ment el veled egy napig, hogy ott fityogtassa magát, és hogy féltékenyé tegyen engem. Nem leszek rá féltékeny, mert nekem nő nem kell. Nekem olyan barátnőim vannak, és olyan rokonságaim, olyan rokonlányaim, hogy a kis ujjuk külön, mint a tiédem, szeretném mondani neked, te beteg csúfságos asszony. Még ott táncolsz. Hát a csontjaid vannak csak meg, csaje. Széltében ugyanolyan széles vagy. Mert volt olyan nadrágom, amit én hordok, vagy ruhám, és nem ment rád. Olyan széles a csípőd. Még arányos, szép tested sincs. Ezt üzenem neked. Ja, és annyira be vagy rúgva, szét van amortizálva az agyad meg a fejed. Borzasztó. Úgyhogy most már maradj csöndbe magadnak, maradj otthon, gyógykezeltes magadat. Egy 5 év, aminek ki tudsz gyógyulni. És akkor is még fiatal csaj leszel, 45 éves. Nem látod, nem kellett senkinek. Ennyi. Egy ilyen nő soha, sehova nem kell. Ez van. Van a tisztességes családod, ott maradj. És hallgassál rájuk. Hallgass a gyerekeidre, párodra. És több ilyet ne csinálj, mert nagyon ciki volt, amit te műveltél. A másik, hogy szintén oda a YouTube-ra üzenem, kommentálóknak, hogy akkor, amikor a anyukám elhunyt, rá 2 hétre volt a temetés, és amikor eltemettük, utána szokott lenni egy beszélgetés,
Van, akinél halottitor, tánc, muzsika, és búcsúztassuk így a szeretünket, hogy nyugodtan pihenjen. Sőt, van olyan nemzetiség, egy ország, nem is egy, nem kettő, nem itt Magyarországon, vagy jó messze tőlünk, akik, ha elveszik a szerettüket, ugye a mennybe menetelüket, ott azonnal ünneplik, és boldogok, esznek, isznak, és a többi. Anya is azt mondta, ne sírjunk érte. Igaz, hogy minden nap fájó szívvel zokogok. Mert azt teszem. De érzem, hogy gyengülök. És akkor is, amikor volt a temetés, akkor is gyengültem. Tehát ne állt volna a szívem, ha egy kicsit nem humorizálok, és egy kicsit nincs mosoly az arcomon. És ez természetes, mert nem sírhatunk, mert meghalunk utána. Most a pandémiában ahány embert elveszítettünk. Édesapák, édesanyák voltak el. Testvéreink, és a többi. Barátaink. Nem halhatunk meg utánuk. Menni kell az életnek tovább. Küzdenünk kell a sorssal és a vírussal szemben. Jó? Ne írjátok azt oda nekem. Abba a pálinkás pohárba, tudjátok mi volt? Kávé? Nem, nem ital. Nem szesz. Ott eléggé szemtelen volt szintén a beteg asszony Linda, hogy mindig röhögött. De hát ő ilyen nevet. Be van rúgva, azt nevet. Én nem tudom, azt a lányt még nem láttam sírni. Azt a lányt én mindig csak nevetni láttam, és hőzöngeni, és ordítani. Talán nincs lelke. Megölték a lelkét? Megölte a lelkét? Meg. Megölődött a lélek a sok gyógyszertől és a sok italról. Italtól, amit ráiszik. Igen. Nem láttam sírni. Egy könny ki nem jött az arcán. Soha. Az egy év alatt mióta ismerem. Van okot sem. Azt hiszitek, hogy a könny az szégyen? Nem. Az a léleknek a tisztulása. Ha valaki tud sírni, és indulnak a könnyek, azt nem kell visszafajtani. Mert nem jó. A megkönnyebbülés az a sírás. Sírunk boldogságunkban, örömünkben, bánatunkban. Mosolygunk. Van, akinek a tragédiáján mosolyogtok. Ugye? Tehát ezek a rossz emberek közé lehet sodorni, sorolni őket. De lesz ebből öröm a kár öröm, én is vityogtam, és vihogtam, hogy jaj, de jó, hogy elhagyta a Banok Lajosta beteg asszony. Ennyi. Azóta nem is lehet látni élő adásba se. Elbújt. Na remélem, Banok Lajos, örökre bújsz el. Holnap meglátogatunk téged. Amúgy. Jó? Na. Várjál minket szeretettel. Rendben? Nem kell félni. Nem fogunk téged bántani. Nem bántalmaztatok egy beteg embert. Csak le lesz elállítatva.
Sőt, senkit. Én nem vagyok terrorista, hogy üttessek valakit, vagy ilyesmi. Mert ha az lennék, már rég megverték volna, már nagyon verték volna. Ennyi. Ha csak egy kicsit el lesz veled beszélgetve. Rendben? Vagy megmondom én neked, hogy hol a helyed. Az én életemről leszakadni. Mert te nem vagy rokonom, nem voltál a pasim. Senkim nem vagy. Még azt sem lehet mondani, hogy kollega voltál. Mert még az sem voltál. Csak egy szereplő, aki bejöttél néha könyörögve, hogy bejöhetsz. Látod? Ez a legnagyobb szégyen neked most. Ez. És ne várd meg, amíg én mindent kitálalok. Mert én is ki tudok tálalni rólad mindent. Még pluszba. De te mindig egy ördög voltál, és az is maradtál. De van egy dal, hogy ördögből angyal lehetnél. Tanuld meg. Énekeld el. És nézzél bele közben a tükör előtt álljál, és köbb le saját magad, amit csináltál. Jó? Ha ezt nem teszed meg, akkor tényleg kérem a büntetésedet, de még a legnagyobbat. És akkor tényleg foghatod magad, és leléphetsz örökre. Beleestél a saját magad legnagyobb csapdájába. Ugye? Hm? Azt hitted, Linda is olyan, mint a Merci. Vagy olyan, mint a másik élettársad, aki volt. Ez a Tina? Nem. A Linda az egy rafinált őrsöd. Nő. Ennyi. Megtette veled, amit kellett. És így jártál, haver. Ez sok mindenki bántottál. És meg annak örülj, hogy nem tépte ki a szemed. Vagy esetleg belemart az arcodba, azért nem mutatod magadat. Tyha? Ajaj.